Túl sokan keverednek bele. Például azok a lélekrablók. Nem bírom tovább, miért nem hagyta, hogy meghalljak? Kíváncsi voltam, merre vezetett az útja azután, hogy végzett az anyámmal. Ki hitte volna, hogy ilyen éhes a kis szupersztár? Üres gyomorral ilyeneket ugrottál? Nagyon jó lehet. Mi ott viseli a felelősséget? Nem mondhatom, hogy könnyű dolga van. Hát nem. Aha! Na jó, nekem sietnem kellene, hogy elkések. Ha elkések, a tanárnő mindig kiküld az óráról. Igazságtalanság. Oh, hogy én milyen éhes vagyok. Hát persze, otthon nem volt időm reggelizni. Köszönöm, mama. No csak, te is vásárolni jöttél. Igazad van, végül is egy petrezselyem árusnak is ki kell néznie valahogy. Azon gondolkodtam, hogy vigyem el ezeket. Ugye segítesz? Nos, azt nézem, van-e itt valahol egy kávéház. Megszomjaztam és éhes vagyok. Trallalalalala, trallala, megtanulok repülni, jaj de jó, megtanulok repülni. De jó, repülni fogok, trallala, trallala, repülni fogok. Aha. Elnézést. De előbb mindenkinek el kellett újságolnom, hogy ma fogok először repülni, aztán meg kifényesítettem a szárnyamat. Tessék megnézni, hogy ragyog. Tudom, épp menni készültem, anya. Mégis meddig fog még úgy kezelni, mint egy gyereket? Én ninja vagyok! Többé nem vagyok akadémiai növendék. Haruno Sakura. Kunoichi Konohából. Mit adhatok, uram? Választott már valamit? Mi a mai ajánlata? Meglepetés pizzát áll burgonyakörekkel. Jól hangzik, de nem csinálok magamból disznót. Akkor ajánlanám fátyolszalonnával, kövérebb már nem lesz tőle. Igaz is, ha 3 másodperc alatt kitalálja, mi a mai nap 3 meglepetés ajánlata, kap ajándékba egy gyomormosókészletet. Örülök, hogy megismertem a következőt. Senki nem mondta, hogy muszáj eljönnöd. És ki ez a vendég? Valaki, aki sokat segített nekem Lunán. Már tudom. A szélhámos hogy is hívják, Róf, igaz? Apropó vendégek. Reno mondta, hogy ma hoz magával valakit. Mi van már? Tudod, Albert, egy Schwindler nem is találhatna magának nálad tökéletesebb áldozatot. Hiá is sikeresen elkerülte Zero szellemi tűz csóváit, de még támadtak a csóvák! Képesztően erős támadás Zero részéről a harc kezdetén. Hiány képtelen elkerülni Zero rohamait. Ez hihetetlen. Zero-nak kezd megváltozni a bőrszíne. Elle s'en fout, mais elle a tout l'air dans tout Paris.